az amerikai vadvizek nagy vadjait, egészen pontosan Gyakorta elképesztő méretű és veszélyes nagyhalait bemutató sorozatunk legújabb állomáshelyére érkeztünk. Floridában vagyunk, a Mexikói-öbölnél, a Boca Grandei területen. Ezt úgy is emlegetik, mint a tarponok fővárosa. Gábor már el is árulta, hogy mi lesz most itt az első számú célhalunk. Ha már a magyarországi csuka hasonmását keresjük elsőként Amerikában, annak is ugye a mega méretű változatát találtuk meg Texasban, az alligator gar formájában, akkor úgy voltunk vele, hogy a következő hal stílszerűen kedvenc folyóvízi ragadozó halunk legyen, amelynek a tarpon tulajdonképpen szintén a mega változata. Ugye az eredeti hal, amelyet mindketten szívesen üldözünk a Dunán, az pedig nem más, mint a balin. Az eddigi túratapasztalatok alapján egy-egy ilyen horgászaton bármi megtörténhet, jó is, rossz is. Már a személyes tapasztalatom veled az, hogy mi közösen bármit meg tudunk oldani, de azért meg kell kérdeznem, hogy felkészültél? Hát Gábor, én felkészültem, bár nem aggódom tényleg, mert közösen mindig minden szituációt eddig megoldottunk. Szerintem ez sikerünk titka. Miért pártolnál most is merülünk a szerencse? Egyébként holnap, mikor indulunk horgászni? Hát ha már a dunai horgászatokat említetted, azt te is tudod jól, hogy a jó dunai helyekre nagyon korán kell indulni. De készülj fel, hogy most mindennél korábban fogunk indulni. Ha 2 órát fogunk aludni, sokat mondok. Hajnali 4 órakor már a kikötőben voltunk. Hamar rátaláltunk a minket váró hajóra és legénységre. Az amerikaiakra jellemző, hogy nagyon pontosak és precízek. Time is money, az idő pénz, abból pedig sosincs elég. Így nem szeretik az idejüket sem vesztegetni. Kapitányunk már is megtartotta az első leckét, és vázolta, mire számíthatunk. Reggel még csendes volt a kikötő. Ahogy a nyílt vízre értünk, magasabb fokzatra kapcsoltunk. A sötétségben, az imbolygó hajón, a hullámzó vízben nagyon félelmetes volt. Miközben kapitányunk többször elmondta azt is, hogy sok cápa van alattunk, óvatosan közlekedjünk a hajón. Őszinte leszek, egy zabszemet sem lehetett volna a fenekembe dugni. Kézre áll, mi? Nagyon. Mi fog történni, csak apás van? Csavarja a kezedbe a botot. Jó, remek. And the second is 60. De nem csak én rettegtem attól, hogy mi lesz, ha megérkezik az első kapás, hanem Gábor is. Az első villámcsapás erejű rávágás neki érkezett. Majd ami ezután következett, arra nem voltunk felkészülve. Jó kezdődik. Rátfordította a hal, és kitépte a kezemből a picsába. Crabs out. Fish, reel, reel, reel. Nice and calm, right? Na, repülni fog megint a bot, Gábor? Hagyja békén. Az a baj, hogy nem tudok rámarkolni rendesen a nyérre, teljesen minden idegen, mert ezen a jobb kézzel tekergessen,
Bal kézzel tartod, ez nem a mi világunk még egyelőre. Nem tudsz rendesen rámalkolni, mert vágja a kezedet a zsinórra, hogy húzza le a hal. Ugye így kéne tartsd, mert ugye figyelj, ez itt négy pont ujjal tudod csak fogni. Ez így pont jó egyébként, hogy te kitapasztalod, hogy hogy kell ezt megcsinálni. Örülsz neki akkor... mi? Masszívan tartja lent magát, azt látom. Hát eddig is tudtam, hogy a tengeri halak azok ugye sokszoros erővel bírnak az édesvízi halaknál. De ez divaj. Nem nagyon divaj. Ott jön föl. Mekkora. Atya úristen. Mekkora te jó ég. It's a big fish. A nagy knyeci itt van. Szegőt két kézzel húzni, mert már egyen nem bírom. Tartsd fölfelé, hogy fegy húz. Jó, de hát ott van az óra. Nice work. Thank you. Wow. 100 to 120 pounds. Ready to go, big boy? Bye bye. Szívből gratulálok, hallod. Kitapostam neked az utat, de nagyon készüljé. Én ma itt befejeztem a horgászatot, majd talán holnap folytatom. A karjaim oda vannak, egy bot már vízbe van. Hát ettük kalandosabban, és igen, nehezebben nem indulhatna ez a túra sem, de hát ez valahogy az lételemünk, nem? Hogy mindig valami történik. Valaminek történik el, de hogyha valami így indul, akkor annak jó vég lesz. Ez így van. Meg ezt is megoldjuk. Ennyi. Mint mindent. Köszi. Gratulálok. Köszönöm. Az első hal kifogása és a látottak kielemzése után kicsit megnyugodtunk. Persze bosszantott mindkettőnket a közel 400 dolláros felszerelés elvesztése, amelyet természetesen ki kellett fizetni, de több is veszett már Mohácson. Ahogy pirkadt, a mexikói öböl szépségére és a horgászatra próbáltunk 100%-ban koncentrálni. Fú, ez rettentően erős hal. A sors úgy hozta, hogy elsőként Gábor horgára akadt egy hatalmas tarpon. Így volt időm szemlélni azt, hogy mit kell másként csinálni, vagy mik azok az apró trükkök, amiket ellesve a hal fárasztását jobban lehet végezni. És most már látom azt, hogy hogy kell tartani a botot, és az ósót ahhoz, hogy az a legkevésbé legyen fárasztó, de ugyanakkor a fárasztás során pedig hatékony legyen. Ezt a rövid, de rendkívül erős botot karikába húzza. Nagyon jó ötlet volt Gábor, hogy főkeverni a kesztyűt. Hát, szétvágta volna már itt a hüvelykújjamat. Hát, olyan erővel húzza, hogy ég a kesztyű az ujjamon, érzem. Egy-egy erőteljesebb visszarvonás során. Fú, de gyönyörű a háttér. A nap még nem kelt fel, de már vörösen izzik az ég alja. Szerencsére nincs olyan csúnya nagy, mint a tiéd, Gábor. Pedig úgy drukkoltam. Legyen kétszer akkor. Fú, csodálatos hal. This one's a, he's probably 80 pounds. Mm-hmm. You got it? Yes, I got it.
fúj, szemtől szembe még félelmetesebb ez a hal. Hatalmas szája van neki. A horog felső szája szélébe akadt, a létező legjobb helyre, mert egyébként mindenhol kőkemény, csontos a szája. Nagyon kevés olyan hely van, ahol meg tud akadni. Gyönyörű, szép hal. Köszönöm az élményt. Hát gratulálok. Te is átestél a tűzkerességen. Nem úsztad meg. Köszönöm szépen, drága barátom. Ezért jöttünk. Jól indul a horgászatunk. De várnak még ránk. Remélhetőleg még nagyobbak. Biztos. Thank you. You're welcome. Yeah. Thank you. Good deal. Let's get us another one. Thank you. You're welcome. Nice work. Thank you. Itt van Florida. Igen, itt vannak a Bahamák, itt van Miami. Tehát akkor mi a mexikói öböl felüli részén vagyunk. Tehát nem az Atlanti óceán felül részén, hanem a mexikói öböl felüli részén vagyunk. És ott is egy öbölnek a... Gyakorlatilag a... Ahogy a két földnyelv majdnem összeér, egy ilyen átjáró. Igen, az átjáróban vagyunk. Hitte, hogy vonul a hal ki, szóval ezeket szedegetjük le. Úgy látom, belecsöppentünk a sűrűjébe. Nem kevés hajó van a vizen. Ráadásul nem véletlen így gyülekeznek, hiszen a tarponok ezen a részen vonulnak, ezen a részen mozognak a legnagyobb számban. Csoda, hogy egyáltalán még ilyen zsúfoltság mellett, ilyen zaklatott, agyonhorgászott terület mellett is már három akciót elkönyvelhettünk a mai reggel. Nagyon precízen össze van hangolva a felszerelés, bármennyire is nem áll még jelen pillanatban a kezünkre. Illetve a zsinóron van két jelölés, amivel a változó vízmérség mellett is a kapitány pontosan tudja adni az instrukciókat, hogy milyen mélységbe engedjük le. Az első jelölés az 40 lábnál, még a második az pedig 60 lábnál található. A 60 láb az körülbelül olyan 20 méter lehet. Tehát nem túl mély a víz, de pont így precízen a fenék felett tudjuk felkínálni a csalit. Most már látjuk azt, amit sötétben csak hallottunk, ahogy a tarponok miközben vonulnak, ugrándoznak ki a vízből, de persze közben vadásznak is a vízfelszín közelében található apró halakat, illetve a vízfelszínre felúszó rákokat vadásszák le. Hihetetlen látványos, és egyben félelmetes, hogy milyen erőt képviselnek ezek a halak. Ezek között voltak óriásiak is. Kettő erőlés. Na most van 60 lábnál, 20 méternél. Pont ideális pozícióban a fenék felett pattog a rákocska. Itt van a hal! Ezt kőkeményen elkapta! Majd kitépte a botot újfent a kezemből. Kapás során egyébként nem kell gondolkodni, hogy most vajon az hal vagy sem, mert olyan erővel ragadja meg a csalit, hogy majd kitép az ember kezéből a botot. Ez nagyon kemény. Tök jó látni a irigykedő horgászok arcát a háttérben, hogy mindenki vágyakozva nézi, hogy de jó lenne egy hasonlót akasztani. A mi kapitányunk nagyon profi, ilyen apró finom hangolásokkal ad nekünk mindig utasítást. Rendszeresen mondja, hogy most teker rajta kettőt, hármat,
még emeld egy kicsit feljebb, mozdíts bele, mert hát a csali az valószínűleg mindenkinek tök ugyanaz, de az nem véletlen, hogy mi már a negyediket akasztjuk ezen a reggelen. Gábor, ismét jó munkát végeztél. Azt gondolom, hogy ezek azok a pillanatok, amiért érdemes élni, amiért érdemes horgászni. Csodaszép. Fel kell a nap, közben itt van a horog végén egy hatalmas tarpon. Okay guys, three turns. Ez a horgászat tulajdonképpen egy kereső horgászat, amely során a kapitány elsősorban a radar képernyőjén próbálja meg megtalálni a folyamatosan mozgásban lévő halrajokat, és amikor feléjük vagy közéjük értünk, akkor utasítást ad arra, hogy engedjük le a megfelelő mélységbe, és hogyha ki tudja a kapási ingert váltani a halakban, akkor bekövetkezik az, amire annyira vágyunk, bekövetkezik az erőteljes kapás, és indult a fárasztás. De ahhoz képest, hogy ebben az időszakban milyen sok hal van itt ezen a környéken, nem olyan egyszerű játék ez. Illetve úgy tűnik, hogy a kora hajnali és még a pilkarat előtti időszakban lényegesen bátrabban, aktívabban táplálkozott a hal. Most, hogy feljött a nap, és egyre magasabbra emelkedik a látómezőn, nagyon-nagyon nehéz kapást elérni. Most egyébként a 40 feet-es mélységet jelölő cérna ütközőnél van megállítva a főzsinórom. Aztán, hogyha egy adott területen egy 5-10 percig nincs kapás, vagy látja kapitány a radar kijelzőjén, hogy a halraj arrébb úszott, akkor semmi értelme ott maradni, megyünk tovább. A rákocska belekerül a kis úszómedencéjébe, nehogy kiszáradjon és elpusztuljon, várva az újabb bevetést. Délután olyan látványban volt részünk, amelyet amíg élünk, nem felejtünk el. Mintha az öbölben tartózkodó összes tarpon egyszer indult volna meg egy adott irányba. Több ezer hal verődött össze, és indult el az ívóterületre.
megállíthatatlanul, semmitől és senkitől nem félve, a természet hívó szavának és az ösztöneiknek engedelmeskedve indultak el a mexikói öböl közepe felé. Lenyűgöző volt ezt látni, de végig azon járt az eszem, hogy vajon maradt még hal, amire horgászhatunk. Az első napra bemelegítésnek ez bőven elegendő volt, így a kikötő felé vettük az irányt. Kettő óra 42 percet mutatott az óra, az utak kihaltak, csak mi közlekedtünk ebben a korai időpontban. De nem kislekedhettünk, mert a hajónk pontosan 3 órakor már indult is. Valamit muszáj enni, kell az energia, különben beleránt a hal a vízbe. A kikötő még csendesebb volt, mint tegnap reggel. Kevesen vállalják az ilyen korai kelést. Korán kell, aranyat lel, pontosabban tartóan akaszthat. Korán indult a mai reggelünk, 2 órakor keltünk, 2 óra 30-kor már az autóban voltunk, 3 órakor pedig már indult a hajó a mexikói öbölbe, és már is az első helyszínen, ahol próbálkozunk, sikerült akasztani egy szép halat. Most lényegesen barátságtalanabb a tenger. Erőteljes a hullámzás, de hát, ha ez a halfogásnak még jobbat tesz. It was a big fight. Yeah. You got him? Yeah, I try. You got him? I try. Okay. You got him. Micsoda reggel. Reggel, ha még fajnal van csak. De már itt van a kezemben az első hatalmas tarpon. Óriási küzdelem volt, megérte ilyenkor a hajnalba kelni. Bye bye. Gondoljatok bele, hogy milyen komoly gyakorlatra van szükség ahhoz, hogy a kapitány a legjobb helyekre tudjon az éjszaka kellős közepén, bár hajnal van, de még mindig korom sötét van, minket vinni, és legyen esélyünk egyáltalán halat vagy halakat akasztani. Nyilvánvaló ehhez
a technika segítségét vesz igénybe, a szonár képernyőjét kémleli folyamatosan, és a bevált helyeket járja, de akkor is nagyon óvatosnak és körültekintőnek kell lenni, mert a tenger, az óceán nem játék. Most az előbb is, amikor fárasztottam a halat, többször olyan erővel megindult, olyan erővel megrántott a hal, hogy azon bazíroztam, hogy itt ahogy csak át ne billenjek a csónak peremén. Szóval látszólag mindig olyan diadalmenetnek tűnik egy-egy ilyen horgásztúra, de semmi túlzás nincs abba, hogyha azt mondom, hogy jó néhány alkalommal az életünket kockáztatjuk, annak érdekében, hogy különleges halakat foghassunk, és ezeket bemutathassuk nektek. Megyünk a következő helyre, mert hát most is folyamatos mozgásban vannak a halak, így folyamatos mozgásban kell lenni nekünk is annak érdekében, hogy a halrajokat megtaláljuk, és közülünk egyet-egyet el tudjunk csípni. Menet közben kerül begyűjtésre a friss élő csali is. Ez nem más, mint a vízfelszínére felúszó rákocskák. Ugye korábban már említettem, hogy a sok tarpon azért is gyűlik ide, mert ebben az időben a parcéli sekélyvizekben elképesztő mennyiségű rák születik, és ezek egy jó része az öbölből kisodródik pont a tarponok orra elé. Ez az első számú fő táplálékuk ebben az időszakban ezeknek a csodaszép halaknak. Lassan kezdjük megszokni ezt a multiplikátoros orsót. Először a barabina nem állt kézre, sem az orsó, sem a bot, de most már rutinosan tudjuk kezelni. Egyébként teljesen egyértelmű most már, hogy miért ez a felszerelés ide a legpraktikusabb. Egy rendkívül erős, egyrészes, 1 méter 80 cm hosszúságú bot van a kezemben, ezen egy közepes méretű multiplikátoros orsó, rajta fonott főzsinór. Együtt így ez a felszerelés tulajdonképpen elpusztíthatatlan, eltörhetetlen. Ugyanakkor nagyon könnyű és tapabíró. És most már, hogy kézre áll, tudom, hogy kell a fárasztás során tartani, így egyáltalán nem zavaró az, hogy az orsó fölfelé áll, és tulajdonképpen épp a másik kézzel kell tekernem az orsót, mint amit egyébként megszoktam. Yes. Végre egy kezemre álló bot. Már kezdtem már megbarátkozni a másik felszereléssel is, de most a pirkadat környékén meglepően sok halat láttunk a felszín közelébe mozdulni, és rájuk dobva hihetetlen, de az első dobásra kapás érkezett. Ez nincs olyan nagy, mint a medelfenék közelében leengedett rákocskával megakasztott halak, de annál sportosabb. Most is kiugrott. Ebben a méretben olyan, mint egy megaméretű balin. Köszi. Mindenki vizes lett. Gondolom föltűnt egyébként az, hogy ez már a második hal a mai nap folyamán, amit nem veszünk kézbe, és direkt módon nem tudunk a kamerának megmutatni. Ennek rendkívül egyszerű oka van, nagyon-nagyon fontos a halvédelem. Egyetlen egy hal park közelébe való kivitelére és megmutatására kaptunk engedélyt. Ez terapia nap folyamán megtörtént. Minden más halat, ahogy a csónak közelébe húzunk, a lehet leggyorsabban orroktól meg kell szabadítani és vissza kell engedni. Ez garantálja azt, hogy a populáció a horgászok által garantáltan életben tud maradni. Gábor, élvezed a hullámzást? Hát fantasztikus, igen. Tehát Vidám Parkba se járok, úgyhogy gondolhatod, mennyire jó ez most. Most, hogy kivilágosodott, most látszik, hogy milyen barátságtalan a tenger. Taragyos hullámok vannak mindenfelé. Hogyha úgy állunk rá, akkor olyan szinten dobál minket, hogy egyensúlyoznunk kell, ki ne essünk a csónakból. Nyilván ezt annyira nem kedveljük, de hát a jó halak érdekében megteszünk mindent. A tengeri horgászat az ezzel jár, és abban csak bízhatunk, hogy nem lesz rosszabb. Így van.
úgy látom, teljesen mindegy, hogy milyen időjárás van, hullámzik a tenger, vagy nem hullámzik, itt akkor is minden nap elképesztő mennyiségű csónak vagy hajó található a vízterületen. Nyilván ennek rendkívül egyszerű az oka, mert sok hal van, van mire horgászni, és azok a hajók, amelyek itt körülöttünk láthatók, mind-mind ebből élnek, nap mint nap ezzel foglalkoznak, de ahhoz, hogy minden nap sikerélményhez juttassák az ide a világ minden részéből utazó horgászokat, egyetlen titka van, rendkívüli módon vigyáznak az itt élő halfaunára. A csaly, amit használunk, jól látható, hogy a páncéljának a pereménél van csak megtűzve ezzel a körhoroggal, így garantáltan életbe marad, ezáltal biztosítja a precíz akadást. Nagyon népszerű a tengeri horgászatok során egyébként a szörpül, azaz a körhorog, amely során a kemény csontos szájú halaknak általában a szája szélében szokott megakadni a horog. Ahogy befogtam kora hajnalban, még a sötétben az első halat, utána volt még 5 akciónk, de sajnos az 5-ből tulajdonképpen csak 3 jött a csónak közelébe, a másik 2 fárasztás közben leakadt, de az a 3 is, amelyet a csónak közelébe tudtunk húzni, a kapitány csak a leader, azaz a előtécsdor megérintéséig jutott el, ahogy próbálta volna fotózható vagy videózható pozícióba húzni őket, azonnal lerázták magukat a horogról, és előbb távoztak, mint kellett volna. Júj, mennyi! Azt a mindenit. Nem sok hajós tartott rájuk. Nem egyszerű ebben a hullámzásban még egyensúlyozni is. Közben halad fárasztani, délutánra nem hogy csökkent volna, hanem erősödött a hullámzás mértéke. De úgy néz ki, hogy a nappali órákban a halak nem a mederfenék közelében, hanem inkább a felszín közelében a lassan süllyedő rákot részesítik előnyben. Nem véletlen van újfent ez a bot a kezemben, mert erre érkezett a kapás. Biztosra veszem, hogy ez az eddig legnagyobb tarpon, amit sikerült horogra keríteni, és végül csónak mellé húzni, majd megérinteni. Fú, hatalmas úszág. Hatalmas. Ennek a súlya ránézésre tuti, hogy meghaladja az 50 kilót. Van még néhány érdekes információm erről a fantasztikus sporthalról. Az egyik, hogy az úszóhólyagja az a nyelőcsőhöz van nőve, ennek köszönhetően képes hasznosítani a légköri oxigént is. Tehát amikor látjuk, hogy a hal feljön a víz tetejére és ugrik vagy bukik egyet, akkor nem csak azért jön fel, mert rabol, vagy egy rákot, vagy egy táplálékhalat kap el, hanem ilyenkor levegőt vesz, amelynek jelentős részét tudja is hasznosítani. Ha jól számolom, ez a harmadik hal ebben az évben, amely hasonló képességekkel vagy tulajdonságokkal rendelkezik. Az első az az arapajma volt, amit volt szerencsém megfogni, akkor nem túl régen Texasban az aligátorcsuka is ugyanígy képes volt hasznosítani a légköri oxigént, és most itt van a tarpon, amely szintén ezzel a tulajdonságokkal bír. A másik érdekes tulajdonsága, hogy szinte mindenfajta vízben képes életben maradni. Tehát nem csak a tengerek vagy az óceánok sós vizében, hanem képes életben maradni a brak vizekben, ahol a sós víz és az édes víz keveredik, és képes életben maradni az édes vizekben, a folyókban is. A felerősödött szél, amely felkorbácsolja a vízfelszínt, illetve az apály olyan erővel húzza ki az öbölből, a sekély részekből is a vizet, ahol egyébként a legnagyobb számban találhatók a rákocskák, hogy 1000 szám ömlenek onnan ki, ide a nyílt vízre,
és amerre nézek, mindenhol ilyen rákocskákat látok a vízfelszínen úszkálni. Hát nem csodálom, hogy ilyen nagy számban most itt összegyűltek a tarponok, mert kedvenc csemegéjük tálcán van nekik kínálva. Eddig sem voltunk kevesen a vizen, teljesen mindegy, hogy éjszaka volt, kora hajnal, napközben délután. Azt gondoltam, hogy ezt már nem lehet fokozni, de lehet. Most, ha nincs körülöttünk 100 darab hajó, akkor egy sem. A dolgot tetézi az, hogy most délután gyermekhorgászverseny van. Azért látunk sok hajón egyébként gyereket, meg őket kísérő anyukákat, mert bizony a gyerekeket most próbálják versenyeztetni és a tengeri horgászathoz hozzászoktatni. Köszönöm. Fú, nem elég, hogy a hallal meg kell küzdenem, még meg kell küzdenem az itt körülöttünk kevergő hajókkal is. Yes, yes, yes. I feel good. Lot of boats. Jó ötlet kombinálni egyébként a felszíni horgászatot a fenék közeli horgászattal. Most ugye nem volt kapás a felszínen úsztatott rákocskával. Kapitányunk javasolta, hogy most próbáljuk meg a mederfenék közelében, és lám az első próbálkozás már is egy termetes tarpont eredményezett. Bár azt gondolom, hogy nem is csoda, hogy lemenekülnek a mederfenék közelébe. Hát nézzétek meg, mennyi hajó van itt. Folyamatosan zaklatják a vízfelszínt. Fék hangja ennél az orsóra nem zavaró, nekem ki van kapcsolva. Viszont egyfolytában húzza, ez nagy hal. Ez a Big One. Az eddig legnagyobb, amit sikerült horogra keríteni. Úristen, mekkora vagy! Yes! Big fish, hold on tight! Hold on tight! Úristen, mekkora vagy! Hatalmas a szája! Hatalmas a hal. Szerintem ez közel 2 méter. Itt van a túra legnagyobb hala. Mint korábban mondtam, bármekkor is legyen az a hal, nem lehet partra vinni, mert így is védik azzal, hogy a csónak mellé húzva, a kifárasztás után szinte azonnal visszaengedésre kerül ez a csodálatos ragadozó hal. Kapitányunk azt mondta, hogy napok óta ez volt a legnagyobb hal, amit látott, súlyát tekintve, hogy a 60 és 70 kg között lehetett, közel a 2 méterhez, igazi óriás, igazi méltó befejezése ennek a túrának. Ez a fantasztikus méretű hal. A tegnapi nap folyamán szó szerint el kellett menekülnünk a vízterületről. Olyan erővel jött a vihar, hogy szinte velünk együtt haladt, és az utolsó pillanatban értünk vissza a kikötőbe, de szerencsére a nagy zuhét megúsztuk.
Ebben az időszakban egyébként nem ritkák itt a rendkívül intenzív felhőszakadások, sőt, hurikán kialakulására is lehet számítani. Mi ezzel kalkuláltunk, amikor a horgásztúrát leszerveztük, és egy úgynevezett viharnapot is beterveztünk még, egy olyan plusz napot, amely során, hogyha esetlegesen nem tudunk vízre szállni, akkor se csúszom meg a túra, és célt tudjunk érni. Szerencsére ez lett volna az a tartaléknap, de még a körülmények olyanok, hogy ma is vízre tudunk szállni, viszont nem láttuk annak értelmét, hogy újfent visszamenjünk a mexikói öböl nyílt vízterületére. Ezzel ellentétben egy olyan helyet kerestünk, amely a mangrove erdők közötti sekély vízterületet pásztázza majd le, és remélhetőleg olyan halakat tudunk itt fogni és a kamerának megmutatni, amelyek igazán különlegesek és teljessé teszik ezt a filmet. A mai horgászat csali halfogással indult, amely során Kelly a csónak elejére állva etetőanyaggal, darált hallal csalogatta ide a csónak közelébe az apró halakat, míg Jesse egy nagy dobóhálóval aratta le a termést és szedte össze a kis halakat. Hát egy mérges gömbhalacska. Hoppá! Levegőbe forgatja a lengyes. Az ezzel most meggyűlik a baja. Megoldja ezek is korán. Amikor a természet helybe jön. Na jó, most már jól aktál, lehet menni haza. A bóbitáddal együtt. Kicsit hegyes a csőre. Két különböző módszerrel próbálunk ragadozhalat fogni, amelyek itt a mangrove erdő sűrűjében bújnak meg. Az egyik során csak egy horgot használunk, és a csali halat a farkánál megtűzve, szabadon úsztatva engedjük be a fák sűrűjébe, illetve hát annak a szélébe. A másik, ami Gábor kezében látható, ott egy úszóval van kombinálva a szerelék, az meghatározza, hogy a hal milyen mélyre tud úszni, aztán meglátjuk, hogy melyik lesz az eredményesebb. Az első számú célhalunk az a snook lenne, amely a fák alól támad, azoknak a sűrűjében bújik meg, próbál onnan kitámadni és a prédáját elkapni. Itt van. Meg van? Meg. Na, szuper. Elkapta a szabadon úszó csali halat. Mm-hmm.
Itt az első snook. Itt van ez a szépséges ragadozó. Ami sülőnkhöz hasonlítottam, hát ami hasonló benne talán az, hogy a hátúszonya ugyanolyan szúrós, mint a süllőnknek. A testformája is egy ilyen hosszúkást nyújtott, és testmérethez képest meglepően nagy a szája. Így nem csoda, hogy könnyedén el tudja kapni a kicsi és a közepes méretű csalihalakat egyaránt. Elég egyszerű technika. Nem kell hozzá más, csak egy kis hal, egy horog, egy 2 méter hosszúságú fluorokarbon előtét, fonott főzsnor, meg egy rugalmas bot. És ha itt vannak a közelben, akkor viszonylag gyorsan meg is foghatók. Bedobtam az eretés közepébe. Ezt ki kéne otthon is próbálni, Gábor, nem? Ezt az eretési módot. Most már értem, hogy miért volt szükség ilyen sok csalihalra. Tudod, azt beszélgettük, hogy ha minden tizedikkel fogunk egy darab halat, akkor is az legalább 50 darab hal. Hát igen. Hát így azért érthető, hogy miért kellett ennyi. Azért kellett sok ilyen kis halacska, mert ezzel is etetnek. Ezzel csalogatják ki a bokorból a igen. Snookot. Na, a csalimat kapta el a sirály. Nem látok madzagot a csőrétől. De... nem. Hozzák meg a snacket. Etetés van, fiúk. Az a baj, hogy felét elviszik a madarak. Az az én csalim. Észrevette. Mindig az enyémet akarja elvinni. Odébb rakta egy kicsit neked. Lehet, hogy bedobta a hal utcába. Ott van, elkapta. Jaj, ez az. Láttam, hogy a bokor arról kirontott, és elkapta a kis halat. Az úszóval közelebb bírtam engedni, nem sodrott úgy el a cucc. Ha 20-30 percig nem volt kapás egy területen, akkor mentünk tovább. Óriási a bejárható terület, meg kellett a halakat keresni. Ennek egyik jó támpontja a halászmadarak voltak. Minden új hely, minden új dobás új reményt adott a halfogásra. De soha nem lehet tudni, hogy végül mi lesz az. Ez a hal sokkal erősebben küzdött, mint az eddigiek. Vajon mi kapta be Gábor horgát? Ez egy szép kis gyep. A következő dobás egy újabb erőteljes kapással ajándékozta meg Gábort. Ez is gyep lesz? Nem, ez egy redfish. A mangrove erdők sekély vize sok halfaj ívóterülete,
keltető medencéje és első egy-két évének tartózkodási területe is. Ahogy nagyobbak és erősebbek lesznek, utána úsznak ki a nyílt óceánra. Hemzseg itt az élet. Aki imádja a kereső és pergető horgászatot, az itt a Magyarországban érezheti magát. A nagyon élménydús és aktív a horgászat, valami garantáltan mindig történik itt. Minél közelebb sikerül dobni a fák gyökerei vagy ágai közé, annál előbb érkezett a kapás. Sok kicsi után megérdemelnénk már egy termetesebb halat. Ez nagyon gyorsan megy. Aztán ekkora. Hú, milyen nagy burván csinált. Na ez vajon milyen hal lesz? Ez lefekít. Milyen erővel húz. Hát ráját se fárasztottam még soha életemben. Onnan tudom, hogy rája lesz, mert amikor a csónak közelébe húztam az előbb, akkor megláttam a testét, ahogy visszafordult. Már csak az a kérdés, hogy mekkora, ha ilyen baromi erős. Időnként hozzácuppan a mederfenékhez. Nem nagyon látszódik, hogy fáradna. Hello, Ray. Itt van már hatalmas rája. Valahogy meg kéne szákolni. Fú, mekkora! Nem véletlen volt ilyen erős. Azt a mindenségit. Fú, mekkora! Azt a mindenit! Ott a kis ponyvpatrackája. Úristen! Nagyon kell vele vigyázni, mert van egy éles tüskéje, amely egyben nem csak hogy éles, hanem mérgező is. Oké, okay, he's safe. Most már biztonságos. Ezt a mérgező tüskét levágta róla Jesse.
így innentől kezdve már megérinthető. Különben, hogyha az a tüskével megszúr, akkor akár halálos sebet is tud ejteni. Ú, de nehéz! Ez hatalmas. Ezt jó benyelte. Horogszabítással most sokat nem bíbelődünk. Jó ég. Többen jeleztétek nekem, hogy szívesen megnéznétek egy óriás rájával folytatott küzdelmet egyik horgásztúrám során. Hát azt magam sem hittem, hogy ez ilyen gyorsan bekövetkezik, éppen itt, Floridában. Itt van egy hatalmas rája, amit a nem éppen hozzám méretezett finom felszereléssel sikerült legyőzni, és végül csónakba emelni. Itt van ez a hosszú farok rész, amely ráadásul ezen a részen tüskékkel van borítva, tehát ide is nagyon óvatosan kell nyúlni. Itt volt a mérgező tüskéje, amit már ugye kivágtunk és eltávolítottunk. Itt van ez a hatalmas fej, itt vannak a szemei, és ez pedig a légzőnyílása. Itt pedig a szája. Hatalmas szája van. Telefogakkal egyébként. Nagyon nehéz. Biztos, hogy 20 kg felett van. Ez az. Most horgászunk, próbálkozunk még, de szerinted tudunk ettől nagyobb halat fogni, mint amit az előbb nekem sikerült. Tehát mindig úgy elképedve konstatálom azt, hogy tényleg közösen mennyire szerencsések vagyunk, és kihozzuk az adott helyzetből, nyugodtan mondhatom, a maximumot. Tehát most, amikor ma reggel fölkeltünk, és azon tanakodtunk, hogy milyen halakat foghatunk, ha fogunk pár snookot, vagy egyéb más környékbeli jellemző ragadozó halat, akkor már azt gondolom, hogy maximálisan meglehettünk volna elégedve. Ezzel szemben életem rájájával küzdhettem meg az előbb. Szóval tényleg nem találok szavakat, annyira boldog vagyok és elégedett. De hogy látod ezt, Gábor? Nekem mindig az a véleményem, hogy amíg a horog a vízben van, addig szó szerint bármi megtörténhet, és a közös túráinkon ez ezerszer bebizonyosodott, hogy bármi megtörténhet. És általában jó dolgok történtek meg. Jó, hát azért volt ebben rossz is, tehát jártál már úgy életedben, hogy a horgászbot kirepültek ezedből? Nem, úgy még nem. Ebben ez igaz, hogy vannak azért... Vannak ilyen élmények is. Vannak olyan élmények is, amik nem feltétlenül a pozitívak, de hát nézd, legalább lesz miről mesélni az unokáknak. Az biztos. Tegnap ugye azt mondtam a legnagyobb tarpon kifogása után, hogy méltó módon fejeztük be azzal a hallal a túrát, ezzel a rájával pedig megkronáztuk mindezt. De azt tudod, hogy itt még nem ért véget a történetünk. Maradunk ebben a régióban, a már jól bevált kapitányunknál, hiszen ő már bizonyított, csak még emeljük a tétet, és újabb óriások várnak ránk.